Egy olyan esmény 150. évfordulójára emlékezünk, amelynek lehet, hogy előzményéből és túlhatásával egy 200 éves korszakot őrünk fel. És észrevették a program filmben, hogy szerepel a konferencia címe előtt egy címe után egy római egyes. Hát reméljük, hogy meg lesz egy római kettes, meg római hármas konferencia is, ami ennek a 200 éves nagy idejének a egyik két meghatározó eseményével fog foglalkozni, hogyha sikerül. A kettes az valószínűleg azzal az időszakkal, ami 1867 után következett, és eljuttattok bennünket, a térséget egyfajta összeomlásig, és a másik a harmadik számú konferenciára feltételezhetően az összeomlás és annak következményeivel fog foglalkozni. De ez az elképzelés. Persze, akik folyamatként tekintenek az idő sodrában zajló történelem formáló eseményekre, azok nem csupán évfordulóként emlékezhetnek a 150 évvel ezelőttre, az osztrák-magyar kiegyezésnek nevezett két oldalú szerződésre. Alkalmasint eltöprenghetnek azon is, hogy az emlékezésre okot adó évforduló előjátéka mikor kezdődött, és az általa előidézett vagy gerjesztett társadalmi és közéleti hatalompolitikai események közvetlen hatása mikorra csengett le. De hát ugye ez egy másfél évszázados időszak, legalábbis mától visszaszámolva, és fogjuk azt is vizsgálni, amit előbb említettem, hogy milyen az utóhatása mindennek a jelenünkre. De hát nyilván van utóhatása, még akkor is, hogyha sokan vitatkozhatnak ezen, hiszen az elmúlt 100 év eseményeinek nagy hányada, tehát a mától visszaszámított 100 év események nagy hányada éppen a másfél 100 évvel ezelőtti történéseknek a következménye. Vitathatatlan, hogy a történelmi korok kölcsönösen egymásba nyúlnak. Hiszen az előzőnek mindig a soron következő a folytatása, függetlenül attól, hogy egy megegyezéses alapon történt-e, vagy mondjuk fizikai küzdelem árán zajlott le. Erre talán legkézzelfekvőbb példaként említhetjük az 1917 késő őszén bekövetkezett oroszországi eseményeket, amelyek a Julianus naptár szerint októberben és a mi általunk jelenleg használt Gergely naptár szerint november elején történtek. A szocialista forradalom elnevezéstől függetlenül folytatódott a birodalmi felfogás. Az orosz birodalomtól a szovjet birodalom összeomlása. Ez utóbbi ugyan szerkezetileg egy fokkal modernebb volt az elődjétől, de a birodalmi szellemiség töretlenül megmaradt, és a terjeszkedési elképzelése is az elődjére hasonlított. Abban azonban sokkal nehezebb tisztán látni, mikor ér véget a korábbi, és mikor kezdődik az új felvonás. Ez a balgának tekinthető felvetés azonban annyiban valóságszerű, hogy a mindenkori mában élőket többnyire csupán az érdekli, mikor kezdődött az utolsónak vélt időszak. Jelenkorunk emberére már nem jellemző a több generációs emlékezet. Ezért egyre nagyobb a veszélye a társadalmi méretű tragédiák ismétlődésének. Amennyiben 2017-ben a korszakolással kapcsolatban végeznénk egy közvéleménykutatást, a válaszok többsége az utolsó időszak kezdetét feltételezhetően 1989-1990-ben jelölné meg.
mondjuk a 60-80 év közötti korosztály, tehát az idősebbek, de tapasztaltabbak, az 1947-48-as kommunista puccsokat tekinteni egy nagy korszak kezdetének, amelyek a terméke volt az 1990 előtti több mint 40 évig tartó egypárturalom, éppen annak a térségnek a nagy részén, amit osztrák-magyar monarchiának, illetve Habsburg birodalomnak neveztünk. És Oroszországra nem kontrollterületesen. Lehet, hogy a térség hagyományai alapján helyesebb lenne ezt az utóbbi, tehát a 1990 előtti politikai rendszert kommunista abszolutizmusnak nevezni. Hiszen államfelfogási előzménye a korai, vagy a felvilágosult, illetve a új abszolutizmusra gyökerezett. Ennek a kommunista politikai hatalmi rendszernek a diktatórikus jellege a hatalom megszerzése után törvényszerűen enyhült. Mondjuk a Szovjetunió kívül legelőször Magyarországon 1953-ban, akár csak 1790 vagy 1859 után a Habsburgok időszakán. A kommunista hatalmi rend társadalmi bukását vissza lehet vezetni néhány társadalompolitikailag magyarázható, vagy akár elfogadható intézkedésének az előrekedésére és kiüresedésére, valamint az időszerű társadalmi kérdések kezelésére való alkalmatlanságára is, de hogy az összeomlását 1989-ben csupán ez okozta volna, az teljesen valószínűtlen. Mint ahogy a helyi ellenállást is, tehát az úgynevezett demokratikus ellenzéket, az akkorit, ebből a szempontból csupán lepke sóhajnak kell tekinteni. A közvélemény nem tudatosítja, hogy a kommunista rendszer összeomlása ugyanúgy a befolyási övezetekért folytatott világpolitikai küzdelem következménye volt, mint ahogy az osztrák-magyar monarchia sem önmagától, hanem a hatalmi érdekviszonyok átrendeződése miatt szűnt meg. Tudatosítanunk kell. Egy a mai közgondolkodást felmérő kutatás a legegyszerűbb válaszsal érne véget. Nem érdekel a múlt. Ami a személyes emlékezet előtti időben történt, az tulajdonképpen a villamút. A történészek nagy része sem tudatosítja ezt, mert évszámokkal és eseményekkel dolgozik, kevésbé a gondolkodásbeli, a felfogásbeli és érdek vagy szemléletváltozással, és még kevésbé az események mögött megbúvó érdekekkel hozza összefüggésbe a történelemből kitó eseményeket. Tisztelet a kivételnek persze. A történészek az adott kor embereiről, tehát a kisemberről általában elfeledkeznek. Az 1848-49-es magyar szabadságharc kapcsán például a magyarokba rögződött, hogy sok tízezer szlovák honvéd harcolt Kossuth, pontosabban Görgei zászlaja alatt. 1918-ban mégis ezek a szlovákok tették az egyik pontot a magyar történelmi állam fölött kimondott végrendeletre 1918. október 30-án, amelynek egyik okát már a reformkori, majd a kiegyezés utáni magyar állampolitikában is keresik. Tudatosítanunk kellene, a történelmet az élet egészre alkotja. Az egyéni és csoport érdekek, a társadalmi és hatalmi érdekek és mellettük, egyebek között a pénzügyi érdekek is irányítják. Elég régóta van ez így, mondjuk a késői középkortól, hiszen már a 15. században is a bankházak tartották kezükben az uralkodókat, az értelmetlen háborúikra nyújtott kölcsönök révén. Akkor errefelé a fuggerek voltak a legfőbb hitelezők, de voltak ismeretlen hitelezők is, akik ebben adósaik jóvoltából vagy belepusztultak, meggyilkolták őket, vagy elképesztő befolyásra tettek szert adósaik ügyeiben. A fuggerekéhez hasonló szerepe volt a berzereknek, főleg a Dél-Amerika és Európa közötti kereskedelem révén szerzett vagyonok által. Később a németalföldi gyémáncsiszolóknál halmozódott fel az így felhasználható vagyon,
Végül a Rothschildek uralták el a hitelpiacot, akiknek többek között el volt adósodva a bécsi császári udvar is, sőt az ő pénzügyi befolyásuk alá került Párizs is 1871-ben, az úgynevezett kommun idején, ami azt jelenti, hogy utána is. Ezt nem árt megjegyezni a későbbi, az 1867 utáni események miatt is. De térjünk vissza a kiegyezés vagy a megegyezés Magyarországi előzményeihez. Mert mindig az előzményekben rejtőzik az ördög. A következetes jogi értelmezés szerint a Habsburgok joga a magyar király koronára a Habsburg-Lotaringei házból származó második József uralkodásával megszűnt, mivel nem koronáztatta meg magát a magyar rendi alkotmány szerint, azaz nem tartotta fenn a jogi folytonosságot. A pragmatika szankcióban leírás szerint ugyan létezett a Habsburgok trónöröklési joga, ugyanakkor ez a kötelezmény nem számol egy ilyen jogi hiátussal. Ha ez az ügy mondjuk egy nemzetközi bírósági eljárás tárgyává lett volna, akkor egészen biztos, hogy a Habsburgok veszítenek. A magyar jog szerint II. József soha nem volt Magyarország királya, ezért illették őt Gúdnével Kalapos királynak. Halálát követően 1790. februárjában erre a tényre napra készen mutatott rá 7 személyes tábla egyik tagja Ócsai Balogh Péter. Ennek a véleménynek azonban csak erővel lehetett volna akkoron érvényt szerezni, és ilyen erő abban az időben nem létezett. Ezért a Magyar Királyság függetlenségének jogérvényesítése gyakorlatilag és jogilag is elenyészett, hiszen a következő uralkodót elfogadták a magyar rendek. Ez hasonló, mint az angol jog, majd kétszer ugyanazért büntényen nem lehet elítélni. A reformkor azonban másról szólt. A magyar állam újjáépítéséről, egyben újraépítéséről és újjáépítéséről. Olyan jogi változtatásokról, amelyekre már több mint 100 éve szükség lett volna, de a politikai és a hatalmi körülmények ezt nem tették lehetővé. A reformkor tehát nem Magyarországnak, hanem az államnak a újraépítéséről szólt. A történelmi országot az előtte való, 3 évszázadban az akkori úgynevezett nemzetközi jog alapján nem sikerült felszámolni. Egyetlen olyan jogi érvényű nyilatkozat vagy szerződés sem született 1526 után, ami kétségbe mondta volna a magyar királyság integritását, még ha 1540-től az oszmán-török behatolástól az eredeti országot csak térképen lehetett körvonalazni, de az utána bekövetkezett hatalmi vagy hatalmi szándékok vagy szerződések alapján sem történt olyan változás, ami ezt a jogfolytonosságot kétségbe vonta volna. Noha a történészek fel tudnak sorolni néhány olyan békeszerződést a bécsi udvar és a törökök között, amelyek az akkori jelenben szinte úgy értelmeztek, mintha véget ért volna ennek alapján a történelmi ország folytonosság. A törökök által nem elfoglalt terület a történelmi ország parasztkenyer alakjához képest nem csak alakban, de arányában is csupán egy kifére hasonlított. Ezen a területen a magyar állam pedig csak jelképesen működött, mert ki volt szolgáltatva a császár döntéseinek, amit ugyan Magyarország királyaként hozott meg, de a császári értekeknek és elképzeléseknek megfelelő. A Magyarország rendek egy része kiszolgálta a császári akaratot, a másik része pedig, ha tehet, elutasította. De Magyarország jogi fennmaradását mégis ennek a sajátos kapcsolatrendszernek köszönhető. Az 1686-tól a török hódoltság alól éppen felszabaduló Magyarországnak az államigazgatási bederálására azonban két kísérlet is megfogalmazódott, ami államjogilag a korábbi állapotokhoz képest sokkal veszélyesebb volt.
Az egyik 1690 tájékán Polonis Lipótnak, Esztergomi érseki bíborosnak, az akkor létező Magyarországnak a osztrák-örökös tartományokba való beépítésére tett javaslata volt. A másik hasonló éppen második József ideje. Vitathatatlan, hogy mindkettő tartalmazott modernizációs elemeket. Ezt nem szabad elfelejteni. És ezeknek a életbe lépnek, ezeknek a működtetése áldásos lett volna, vagy lehetett volna. Egyik ilyen volt az adópolitikának az átalakítása, a nemesség adómentességének az eltörlése. De ennek ára Magyarország államiságának megszűnése is lett volna, hasonlóan az 1620 utáni eseményekhez a cseh királyságban. Mert az elvesztett önálló államiság. Magyarországnak az örökös tartományok szintjére való süllyesztése állam és közigazgatási, valamint település politikai szempontból lett megfogalmazva. Célul tűzte ki a németek szervezett betelepítését Magyarország területére. Tény, hogy ez az elképzelés totalista volt, amit a 20. század elején már más kifejezéssel, tehát fasisztának neveztek. Persze attól függően, hogy elnevezés persze attól volt függő, hogy melyik állam hozza a rendelkezést. Mint a 20. század. Azok a magyarok, akik 1918 után a Habsburgok által az európai kontinensen utolsó képviselt dinasztikus politika veresége nyomán lettek elcsatolva a történelmi Magyarországtól, pontosan tudják, hogy minden igazgatási, átszervezési javaslat, közjogi kísérlet és településfejlesztési terv az ő felszámolásukat célozta, mind Romániában, mind Csehszlovákiában. Ezek az utódállami elképzelések semmiben sem különböztek Kolonics tervétől és Mária Terézia telepítési gyakorlatától. Ez utóbbinak, tehát Mária Terézia korszakának, egyik gyötrelmes következményét a mai napig kell szenvednünk, a 15 esetleg 17 méter szélességű házterkeket, amelyekre csak egy szoba szélességű házat lehet építeni. A betelepítési szándék és a közigazgatási és területátszervezési tervek 1686 után a Magyar Királyság területére vonatkozóan, tehát ugyanúgy voltak elképzelve, mint pár száz évvel később, 1918 után az elcsatolt magyar területekre. Szinte félelmetes a hasonlóság. Érdemes csupán végigfutnunk egy népességi adatsoron. 1480 tájékán az akkori Magyar Királyság lakóinak 85%-a magyar volt, a többi német és szláv. A hódoltság végén a magyar népesség aránya a királyság területén, tehát a visszafoglalt területen, valamivel még meghaladta az 50%-ot. Második József császár uralkodása idején pedig már csak a 38% körül volt, pontosan nem tudjuk, de mondjuk a középarányos a becslések 38%. Ez utóbbi adat Mária Terézia telepítési politikájának az eredménye. Ugyanakkor nem vonható kétségbe, hogy az ország gazdasági fellendítése lehetetlen volt a népesség lélek számának növelése nélkül, amit az akkori népszaporulat természetes úton nem tett lehetővé. Nagy volt a gyermekhalandóság. A hódoltság során elszenvedett néppusztulást, tehát csak betelepítéssel lehetett helyettesíteni. Az osztrák-magyar kiegyezésnek nevezett esemény magyar történelmi előzménye azonban vitathatatlanul a reformkorban gyökerezik, amiről én még fél századdal ezelőtt nemzeti megújulás korszakaként tanultam. Ami sem szó szerint, sem fogalminak nem reformot jelent, hanem megújulás. A reform múltba tekintő fogalom, a megújulás a jövő felé nyitó. A kettő között azonban az akkori magyarországi reformkori gondolkodásban jelentős átfedés tapasztalható. Ennek példájára álljon itt egy idézet a magyar romantika jeles költőjétől, Vörös Márti Mihálytól, az Alánfutása 1825-ben írt című hős költeményének bevezető sorai így hangzanak.
régi dicsőségünk, hol késő az éj homályban. Századok ültenek el, de a te alattok mélyen enyésző fényjel jársz egyedül. Rajtad sűrű fellegek, és a hús feledékenységhoz rúgtad alakja neveknek. Kétségtelen, hogy ez nem a nemzeti megújulásra, hanem a múlt betekintésre utal. Ezzel szemben vagy párhuzamosan állít egy Kossuth idézet 1844-ből. Mit teszen ez szó, átalakulás, nemzeti újjászületés? A mi korunkban nem csak divatból, vagy majomolásból, vagy képmutatásból vallja magát a reform barátjának, a haladás emberének, hanem magának politika művelődése, működése céljáról, irányáról számot adott, és tisztán tudja, hogy mit és mennyit akar. Annak egy szó átalakulás, nemzeti újjászületés más nem jelenthet, mint azt, hogy honunkban az alkotmányos szabadság ne legyen privilegizált osztályoknak a népszolgaságán épülő kiváltsága, hanem legyen az egész magyar népnek közös osztatlan tulajdona. Mind a két gondolat a reformkorban hangzott el. A múltbetekintés és az újjászületés kettőssége azonban fennállt 1867 tájékán is. De tehát mi volt a valódi feladat? A császár fennhatóságának leépítése, a korábbi magyar állam újraépítése, vagy az újkori magyar állam megszervezése. A romantikus múltba tekintés és a megújulási akarat egyidejűsége a kiegyezés korának is a sajátossága terát. Modernizálni kell, ugyanakkor újra kellene teremteni azt a múltat idéző fényt, amikor a magyar államiság és a magyar nemzet erős. Ez benne volt a korban. Ezen kettősség fölött nem szabad elsiklanunk, mert politikailag ez határozta meg a kiegyezésnek nevezett esemény irányát, kimenetelét és következményét. A magyar fél ugyan következetesen a pragmatika szankció talaján állt, ugyanakkor a Magyar Királyság és a Habsburg Birodalom egyéb részei között personális uniót képzelt el, ahhoz hasonlót, mint luxemburgi Zsigmond idején volt, aki egy személyben volt magyar, német és cseh király, német-római császár, de ezek az országok, illetve államalkulatok egymástól függetlenek voltak, tehát csak személyi kapcsolatban álltak egymással. Legalábbis Deák Ferencnek ehhez hasonló volt a elképzelése. Oly módon, hogy Magyarország alkotmányos királyságként létezzen, ahol az országgyűlés ellenőrzi a királyt. Deák gondolkodásmódja szerint a pénzügyek, hadügyek és a külügyek sem lettek volna közösek. Jellemző, hogy a tárgyalásokon Deák nem vett részt, és nem csak azért, hogy nem igazán akart, de nem is vehetett nagyon részt. Ezek a tárgyalások elsősorban Andrássy Gyula és Eötvös József bonyolította. Ezért nem árt némileg felülbírálni eddigi ismereteinket, miszerint Deák lett volna a kiegyezés megalkotója, inkább az ötletadója volt. Ugyanezért Kossuth is címzettet tévesztett, amikor 1867 májusában a Kasszandra levélben Deákot hibáztatja, amiatt, hogy a külügy és a hadügyek fölötti döntésjogot a császár gyakorlatilag kizárólagos jogkör ide hatták. Annak ellenére, hogy Kossuthnak igaza volt, ami rövidesen ki is derült a Bécs-Berlin tengely megalkotásával, ami egy kizárólagos külpolitikai elkötelezettségről szólt, majd 1914-ben a hadüzenet. Ezen engedmény nélkül alig, ha lehetett volna rövid idő alatt tető alá hozni az úgynevezett kiegyezést. Kérdés, kit sürgetett jobban az idő? A bécsi udvart, vagy a pesti politikusokat? Tény, hogyha akár egyiknek, akár másiknak a helyébe képzelem magam, egyformán tűkön ülök. És akkor még egy rövid eszmetmutatást magáról a kiegyezésről. Az én magyar nyelvérzékem szerint ez nem egy közéleti gondolkodást sejtető szó.
Nem kívánok nyelvészeti kérdésekkel foglalkozni, de nem értem a tárgyra vonatkozó pontos jelentését. Ha egyezkedem valakivel, akkor megegyezünk, megállapodunk, vagy sem. Ha birkózunk és nem győzzük le a másikat, akkor döntetlen eredményre jutunk, azaz egyenlők leszünk. A kiegyezés azonban olyan piaci eseményre utal, amelynek az előzménye egy olyan fajta alkudozás, amikor a döglött disznót frissvágásoként akarjuk a másik nyakába sózni. Mindkét fél tudja, hogy mi a valóság, de mindkettő szemet hűl fölötte. Ezt nevezik kompromisszumnak, amit lehet alkoként, de megállapodásként is értelmezni. Érdemes ezzel kapcsolatban elolvasni egy zsidó viccet, ami pontosan ezt mutatja. Értem én a 150 évvel ezelőtti magyarországi középosztály helyzetét, hiszen az én műkapám az 1860-as, 70-es években elszegényedett arisztokrata származékként postafőnök volt pensionségben. A család éppen a szabadságharc következményeként szóródott szét. Mindenki egyfajta nyugalomra vágyott, a fiatalabbak pedig vagyonosodásra. Éltem az akkori közhangulatot, hiszen a több nemzedéknyi emlékezete, ami körülbelül 170 évet ölel fel, ezt, legalábbis bennem ezt idézik. Magyarország akkori lakossága, polgárai, az ország lakók kitásra vártak. Deák Ferenc is ezt érezte és értette ezt a közegnyomást, hiszen ő is egy birtokos neves család leszármazottja volt, amely társadalmi réteg számára létérdek volt a gazdasági felemelkedés. Értem én a Habsburg császári udvarnak nem csupán eladósodása miatti baját, hanem külpolitikai elszigetelődését is, hiszen 7 év leforgás alatt minden oka és háborúját elvesztette, és gyakorlatilag romba dőltek a kapcsolatai. Solferinónál 1859-ben vereséget szenvedett a franciáktól, és le kellett mondani az északitálai területekről, 1866-ban pedig a poroszokkal szemben vesztesként hadt el a harcezőt. Ráadásul farkas szemet nézett az államcsőn. A szabadságharc leverése utáni megtorlás korszakát, amelyet Hajnal neve fémjelzett és az aláírása halálra ítélte sorát jelentette, egy kevésbé félelmetes, de ugyancsak történelmileg idejét múlt korszak váltotta fel Bach belügyminiszter és Kempen csendőr főparancsnok által képviselt neoabszolutizmus, ami akkor talán már egyedüli volt Európában, Oroszországot nem. A bécsi udvar érezte, hogy Solferino után engedményeket kell tenni, és azt is sejthette, ha elindul a lazítás, annak ki tudja, hol szakad vége. Ezt minden politikus tudja, hogy ez így van. Ebben az esetben úgy tűnik, hogy létezett egy mérsékletesség, aminek birtokában volt a bécsi udvar és a magyarságot, Magyar Királyságot újraélesztő politikai erő is. A kérdés, hogy miért csupán egy hatalomelosztási egyezményre voltak képesek, és miért nem tudtak megteremteni egy modern közép-európai államszövetség alapját. Miért nem lehetett a harmadik történelmi elemet, a cseh királyságot is belevonni ebbe? Miért kellett a francia államnemzet elképzelést követnie a magyarországi politikának százért késése? Na, majd ezekre a kérdésekre fogunk válaszolni a kettes számú konferencián. Hiszen már 1848-ban egyértelmű volt, hogy miként lehet a nemzeti törésvonalak mentén megrendíteni a modernizációt. Már a kiegyezés előtt is eléggé egyértelmű volt, hogy a dinasztikus politika a múlté, a modern hatalmi politika a befolyásövezetek kialakítására törekszik, amelynek egyik eszköze a létező birodalmakon belüli törésvonalaknak a kihasználása. Tény, hogy a magyar konzervatív gondolkodás irányította az 1867-hez vezető utat, legalábbis a magyar részről, ami akkor ennek
A dicsőségét hozta meg, de történelmi következményében a csődjét is eredményezte. Lehet, és lehet-e a két ellentétes ereinkből levonni tanulságot, vagy csupán vitatkozni tudunk azon, hogy milyen megoldás lett volna jobb, mint ahogy máig vitatkozunk azon, hogy 1849-ben Kossuthnak vagy Görgeinek volt-e igaza. A közgondolkodásunk máig nem tud dönteni, hogy a látványos vagy a műveleti megoldás helyesebb-e. Pedig azt kellene tudatosítani, hogy mindkettőre szükség van, de mindent a maga idejére. Csak hogy az nem világos sokak számára, még sokszor a felelős döntéshozók számára sem, mikor, minek van itt az ideje. Pedig a Prédikátor könyvében is megvan írva több változatban, hogy mindennek megvan az ideje. Köszönöm a figyelmet!